Krisna völgyben volt, amikor hegedültem szintén, és a zenészeknek, hogyha vannak ilyen komplexusaik a saját játékukkal kapcsolatban, vagy képességeikkel kapcsolatban, nekem voltak, remélem most már csak így mondom, hogy voltak, ismerem a korlátaimat most már, bizonyítani akarnak, és játszanak rengeteg hangot, magasan, kiszúróan, de ma a Rágerre azt mondta, hogy ez olyan, mint amikor a kávéházban játszanak, és hogy játszak lejjebb az alsó húrokon, azaz mélyebb hangokat, és ezt később Govindaszvámi Maharács megerősítette, azzal a megjegyzéssel, szintén egy kirtan alkalmával, talán pont egy Vyásza púdzsa volt, amikor odahívott engem magához, odajött, kérdezte, beszélek-e angolul, mondtam kicsit, mondta, hogy úgy játszak, hogy Maharács nem szereti ezt a gyors játékot, úgy játszak, mintha komoly zenét játszanék. Úgyhogy Maharácsnak azóta olyan dolgokat igyekszem játszani Maharács bajanyaiban, amik komoly zenei kompozíciókra emlékeztetnek. És valóban ezek közül tulajdonképpen nagyon egyszerű játék szempontjából, tehát hegedű technikai szempontból egyszerű, de zeneileg nagyon nagy erővel bíró kis frázisok, elemek azokat, amiket ő értékel. Kéri, hogy akkor azt játszam, amit éppen az előbb így mutatja, hogy na, az jó lesz. Szóval, hogy így ezek ilyen nagyon, nagyon érzékenyen érintettek, de nagyon, nagyon jól megmutatják azt, hogy mit szeretne Maharács. És még egy dolog, amikor mentünk a Parikramon, Somogyvámoson, akkor azt mondta, na most játsz magasan!